start elindult a verseny nap az első futamban, Aszlak Princess kezd azért jóval lassabban, de hát egy 3 évesről van szó, a többiekkel egyelőre nincsen probléma, Winterboy szokása szerint remekül startol, és egyelőre diktálja tempót záró tűzzel, illetve Zadar Emmel a nyomában, a sor végén Aszlak Princess galoppozik is, ha jól látom, hogy ki fog esni a versenyből. Winterboy, záró tűz, Zadar M, aztán jön Zongorista, Zaranoble BD, Zero Speed, zárkózott Zerin Out, ez a lovak sorrendje. Nem mondható különösebben erősnek a tempó, úgyhogy Aszlak Princess kivételével szépen együtt üget a teljes csapat. Winterboy mellé szép lassan meg fog érkezni Zongorista, sőt Zongorista még tovább gyorsít, könnyen lehet, hogy az egyenes közepén át is veszi majd Winterboytól a vezetést. Átvette volna, de rossz szokása szerint Zongorista ismét elugorja magát, és csak mostanra sikerült letenni, kérdés versenyben marad-e. Minden esetre Winterboy visszaveszi tőle a vezető pozíciót. Winterboy záró tűz, Zaranoble BD az első 3 pozícióban, majd zárkózott és a favorizált Zadar M következik. Zero Spiel, Zelin Auta lovak további sorrendje, amikor a csapat már az újabb kanyarban. Megint hibázik Zongorista, nincs kérdés innentől kezdve, hogy versenyben marad el. Tehát ő is kiszáll most már ebből a futamból. Winterboy előnye nagyjából egy jó hosszas, de ez most már inkább talán másfél-két hossz. Az őt üldöző záró tűz Zaranoble BD párossal szemben, zárkózott Zaderen pedig ott van mögöttük a 4.-5. pozícióban. Kissé kezd lemaradozni Zero Spiel, Zelin Out egyelőre még látótávolságon belül, de azért a helyzete nem könnyű. Elindítja Fazekas most Zaranoble BD-t, és a legutóbb korrigált 4 éves kanca szép lassan most már felmegy a vezető Winterboy mellé. Zaranoble BD hátán pedig zárkózott Kolozsival indítja meg a hajráját, ott lehet a dobogón zárkózott, bent a falon záró tűz, mögöttük pedig a favorizált Zadar M a közeli 5. pozícióban. Az utolsó kanyar az érve még mindig nagyon közel egymáshoz, 5-en, Winterboy az élen. Winterboy megint egy kicsit növelte az előnyét, a Zaranoble BD-t egy picit már bíztatni kell, bent a falon záró tűz visszaveti tőle a 2. pozíciót, zárkózott Zadar M, mindig a 4. és az 5. Winterboy Pap Kálmánnal vezet, és elsőként fordul az utolsó 300 méterbe. Winterboy folyamatosan növelni látszik az előnyét, záró tűz nem tűnik frissnek, Zaranoble BD még kevésbé sem. Zadar M próbál elindulni a falon, de egyelőre mi mindig csak ott a 3. hely környékén. Winterboy vezet az utolsó 100 méter, ezért a záró tűz érkezik meg mellé, Zadar M pedig kettő között indítja meg a hajráját. Winterboy mellette záró tűz, Winterboy Pap Kálmánnal. Winterboy megnyeri élete első versenyét. Záró tűz a 2., Zadar M a 3., 4. Zaranoble BD, 5. Zero Spiel.